A most induló televíziós műsor alapját egy 3 éve működő építőipari hírportál adja, illetve a szintén Magyar Építők névre hallgató magazin, a nyomtatott termékünk. Mindkettőnek a szellemisége egybevág, és ez egyben meg is adja, hogy a televíziós műsornak mi lesz a legfőbb irányvonala. A Magyar Építők igyekszik túllépni a mérnöki szemléleten, de nem megy el bulvár vagy politikai irányba, amit más lapok sok esetben megtesznek az építőipari hírekkel. Ehelyett igyekszünk tényszerűen, a lényeget megragadva és mindenki számára közérthetően beszámolni az ágazatról. Az építőipar ugyanis önmagában is éppen elég érdekes, nincs szüksége torzításokra, sokkal inkább egy hagyományos újságírói szemléletre. Rendkívül értékes megoldásokkal végeznek el egy-egy projektet. Magyar cégek, sehol nem jelenik meg, senki nem írta meg eddig. És felhozzuk ezeket a dolgokat felszínre, akár egy nagy vállalatnak a karizmatikus vezetőjét, ha bemutatjuk egy nagy interjúban. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek hírértékkel bírnak, és az olvasók ezt visszaigazolták, csak az építőipari hírportára gondolva, hogy azt látjuk, hogy 350 000-es havi olvasottságunk van, tehát ez a szemlélet eddig visszaigazolást kapott, ezt szeretnénk folytatni a most induló televíziós műsorunkban is. Tapasztalataink szerint egyre több építőipari cég kezdi átvenni a Magyar Építők szemléletét mind a belső, mind a külső kommunikáció terén. 3 évvel ezelőtt számos vállalat elzárkózott a sajtótól a negatív tapasztalatai miatt, arra törekedett, hogy inkább ne jelenjen meg róla semmi. Ma viszont egyre többen jelentkeznek hírekkel, kezdeményezik a megjelenést, és igyekeznek bemutatni az értékeiket. Azt a fajta megközelítést, amit mi követünk, kezdik átvenni, és ezáltal kezdenek kinyílni a közönség egy szélesebb társadalmi réteg felé, és ez egy nagyon fontos folyamat, mert így egy cégnek beindul a marketingje, javul a megítélése, nő az üzleti értéke, és végső soron a hatékonysága is nő ezeknek a magyar vagy akár külföldi vállalatoknak. Tehát ez is egy nagyon fontos üzenete és eredménye ennek a fajta szemléletnek.